Eljárt az idő a Streetball pálya fölött a 11-es huszárúti tömbelsőben. A felülete repedezik, néhány hasadás között már a fű is kinőtt, és a pálya alapja is rossz állapotban van. Új alapot fog kapni a sportpálya, mert rendkívül leomlott az állapota, tehát nem lehetne azt megcsinálni, hogy erre a meglévő pályára egy zaj- és ütéscsillapító rakottán burkolatot teszünk, az nem lenne időtálló. És aztán az új alapra fog majd gyakorlatilag 2 darab szabvány méretű rakottán borítású streetball pálya elkerülni így egymás mellé. A kosárpalánkokat szabvány streetball palánkokra cserélik a felújítás során, amely heteken belül elkezdődik, és körülbelül 3 hónapig fog tartani. Ha elkészül a modern pálya, a lakókat a pattogó labda zaja sem fogja zavarni. A fejlesztés uniós forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg. CLLD-s forrásból, CLLD-s pályázaton nyert forrásból, illetve ezt kiegészítve önkormányzati forrásból fog tudni megvalósulni ennek a teljes pályának a felújítása. Ez azt jelenti, hogy a top CLLD pályázaton nagyjából 14,9 millió forintot nyert a városunk, amit kiegészítünk úgy, hogy nagyjából 6 millió forinttal, hogy a teljes beruházási összeg az körülbelül 21,3 millió forint. A streetball pálya felfrissítésével teljessé válik a rekreációs övezet a tömbelsőben. Ugye először a játszóteret tudtuk fejleszteni a háromdimenziós kerítésnek az elhelyezésével, azt követően ugye egy D-típusú sportpark került létesítése, az Ezelfa programból is kerültek ide fák telepítése. A további tervek között szerepel a játszótér felújítása top plusz forrásból, már folyik a tervezői egyeztetés. Kicserélik a játszóeszközöket, padokat, pingpongasztalokat, akadálymentes parkoló és szilárd burkolatú bejáró épül. Árnyas homokozót és ivókutat is telepítenek.